Köszönöm. Nagyon köszönöm, hogy ennyien eljöttek, és ennyien kifejezték a szimpátiájukat. Ránk fér a támogatás, ránk fér erre az országra a változás. Azért örülök, hogy ennyien eljöttek, mert az azt mutatja, hogy igenis vannak, akik bátrak, akik nem félnek, akik megmerik mutatni a szimpátiájukat. És annak meg különösen örülnék, ha másoknak is elmondanák ezt, és másokat is biztatnának, és másoknak is elmondanák, hogy Magyarországon idén tavasszal nem egyszerűen egy választás lesz, egy szokásos választás, hogy most éppen ilyen vagy olyan kormány legyen, hanem sokkal többről van szó. Az igazi tét az, hogy idén tavasszal Magyarország jövőt választ magának. Hosszú távra eldől, hogy ez az ország milyen irányba megy. Hogy egy ilyen szovjet utódállam leszünk, egy Orbánisztán, vagy hogy tudunk ezen változtatni, a kezünkbe vesszük a sorsunkat, és ismét egy normális, gyarapodó európai Magyarországot csinálunk a mi hazánkból. Ez pedig azon is múlik, hogy önök hány embernek tudják elmondani, hogy hányan tudnak bátrak lenni, hogy hányszor tudnak bátrak lenni, hogy hány helyen tudják megmutatni ezt. Mert Magyarországon ma a többség változást akar, de csak kevesen hiszik el, hogy ez lehetséges. És azért kell eljutnunk ide, azért kell eljönnünk önök közé, azért kell önöknek elmenni és elmondani mindenkinek, mert azzal a rettenetes médiagépezettel, az az óriási pénzzel, összeharácsolt pénzzel szemben, amivel küzdünk, ő velük szemben is meg kell küzdenünk. És mi magyarok abban azt tanultuk meg az elmúlt évszázadokban, hogy minden újságnál, tévénél, rádiónál hitelesebb az, amit egymástól hallunk, amit egymásnak mondunk. Ezért önökön nagyon sok múlik. Ezért azt kérem, hogy itt, amikor 17-én a képviselő jelöltünk, Szegedi doktor, számára el lehet kezdeni gyűjteni majd az aláírásokat, ami ahhoz kell, hogy hivatalosan is jelölté válhasson, akkor legyenek ott minél többen. Egy hét alatt szeretnénk legalább 1000 aláírást összegyűjteni, hogy senki nem mondhassa, hogy túl kevés volt, vagy nem volt érvényes. Ezért 17-től jövő hétfőtől kezdve önökre nagy szükség lesz az aktív támogatásukra. Mostantól konkrétan tudnak tenni azért, hogy a változás elkezdődjön Magyarországon, hogy április 6-ára odaérjünk, és április 6-a után pedig végre Magyarország megint egy önmagára büszke, normális, gyarapodó európai Magyarország legyen. Ebbe kérem a segítségüket, és azzal, hogy ide eljöttek, az első lépést megtették. Köszönöm a bátorságukat, a támogatásukat és a kiállásukat. Köszönöm szépen! Ennek a katyák! Oda menjél már! Oda! Oda! Vazzagon túl! Ez egy másik rendezvény. Milyen okos? Milyen nem adja ezt? Nem, maguk adják vissza. Igen, hol van Simon Gábor? Ide nem várjuk te. Elvitte, menjen maga picsába. Az menjen. De menjen oda a többiekhez. Takarodjon maga. Takarodjon. Menjen oda a tasonnál. És te azért nem ocsmányolom le magát, nő. Bíj szaros. Hülye, ez már megint vergődik. Maga se körül. Jaj, hagyjon már engem békén, uram! Hagyjon maga engem! Na, hol a gyes? Meg a 13. havi nyugdíj! Ki hívta ide magukat? Ki hívta ide az alja népe? A Fidesznek a segnyalói! Mennyi pénzt kapott már ma? Tudja, az agyente sugárunkon van! A jót látad! Ő provokálnak, hölgyek! Jó, mondja ne! Szóljon már bele, na! Indokolatlanul vettél a 13. Szabad szólásra, azt mondok, amit akarok! Nem lehet se liba, se főn! Főn, ott van kinn az agyente sugárunkon! Ott egy 2 méter, nem 1 méteres! Fel kell újítani, meg dekavarni, mit tudom, hogy pénzeket fektettek be, és 2005-ben eljutottak odáig, hogy csődbe vitték a debreceni Huksi partot. Csődbe ment, egyszerűen. És utána meg eladták a szlovákot, vagy mit tudom én, hogy ment, azóta is be van zárva a patkányok szaladának. Kérem szépen, ebbe a városban a Huksi part a Barnával együtt, mert azt már nem lehet most a mai körülmények között választani, akkor a konzervgyárat, akkor tejipart, mert ugye az utolsó teherautóság, őrdős már Székesfehérváron, az újság írta, tejipart, aztán debreceni kertészet, itt van alattunk a víz, amely, tehát van 5 olyan cég,
ami az embereknek nem 500 nap, 20 nap, 30 nap, mert ember van, itt vannak az ipartelepek, amit csinálnak, húsa mindig, hogy hozzáadott érték. Hagyjuk már ezt a hülye domát. 5 embernek, meg 10 embernek, 20 napot bejut, hát ha ember van, akkor 30 embernek van kenyere. De néhány vállalkozó meg eléggé megerősített. Na de az ember van, de most emlékszik azt, mikor azt mondták, hogy az autópálya ide épült, na ide azt ömleni fognak. A cégek nem ömlenek. De gyakorlatilag én azt mondom, nem is kell. Ennek a városnak az élelmiszeripar az termelés, ami feltétlen. Hogy is mondjam, az országot elvárnak. Nem azt mondom, hogy meg külködés adnak, de ezt kellene forszírozni az emberek, munkája legyen. Mert nem, már nekem, már, én már ki vagyok írva ebből. Ebből ki vagyok. De munka, az a lényeg, hogy az emberek jó. Most a városban egyébként, nem? Hogy csinálnak a fiatalok? Semmit, kapnak egy sága mellé, kapnak. Azt hallottam, hogy nagy siker volt a járat. Sága mellé kapnak, és sebregetnek, érted?